Kedves nézőink, a mostani beszélgetésnek adhatnánk azt a nevet is, hogy kulturális ajánló, hiszen megrendezésre kerül harmadik ízben a járási gasztropiknik. Erről beszélgetünk dr. Hosszú József járási hivatalvezető úrral. Hát úgy hallom, összeállt a program. Erről egy kis információt a kedves tévénézőknek, hogy mikor lesz, milyen körülmények között, milyen fellépők, hiszen azt hiszem, hogy bőséges lesz ez is. Köszöntöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a televízió nézőket. A járási gasztropiknik 3 elnevezési rendezvényünket 2016. július 9-én szombaton fogjuk tartani. Ugye 2014-ben volt két alkalommal, 2015-ben elmaradt, hisz akkor az önkormányzatnak nagyon sok rendezvénye volt, és én úgy gondolom, hogy nem hiányzott abba a sűrű palettában még egy rendezvénnyel terhelni a várost, de idén úgy gondoltam, hogy és többekkel beszélve hiányzott az embereknek, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy idén ismét megrendezzük ezt a rendezvényt. A rendezvényen ismét a járás települései fogják magukat képviseltetni, és most a mai nap folyamán még tárgyalok egy-két járáson kívüli településsel is, hogy ők is mutassák meg magukat itt Tiszavasváriban. A rendezvény helyszíne a városi strandfürdő lesz. Úgy gondolom, hogy egy méltó környezet erre a rendezvényre, hisz a legutóbb Őhönforgató Fesztivál is megmutatta, hogy ott nagyon jó feltételek vannak ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt lebonyolítsunk. Amit tudni kell a rendezvényről, ugye mindenki azt kérdezi, ki lesz a sztár vendég, hisz az első két rendezvényen én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült választanunk, hisz a Bikini és a Neoton Familia is egy hatalmas koncertet adott. Hát én úgy gondolom, hogy az idei fellépővel sem lesz probléma, hisz sikerült megegyeznünk Horváth Charlie-val, és ő fog egy másfél órás élő koncertet adni a rendezvény. Nem azt mondom, hogy zárásaként, hisz még utána is lesz program, de este 6 órától Charlie koncert lesz a strandon. Bízunk abban, hogy az időjárás kegyes lesz, és nem lesz jég dupla viszkivel. Ez csak a fellépés után semmi akadálya. Szerintem fogunk egyet kocintani a rendezvény sikerére. Mondtam múltkorakat kezembe a második járási gasztropikniknek a felvétele, és tényleg úgy bele nézegetve, hát parádés volt például a Tiszadobbi udvar, a szorgalmatos, de ugyanúgy végigmondhatnám a településeket, hogy mennyire készültek, most hasonlóképpen állnak a dolgokhoz. Én úgy gondolom, hogy igen. Egyeztettem már polgármester asszonyal és polgármester urakkal, tehát azok a települések, amelyek a második gasztropikniken itt voltak, itt lesznek most is. Bízom benne, hogy Tiszavasvári önkormányzata is felvonul, valamint Tiszaeszlárban még reménykedem, hogy őket is sikerül jobb belátásra bírni ebben a dologban. Ugye említetted a sztár fellépőt, de nyilván mellette lesznek még egyéb kísérőprogramok, ha ezekről lehet tudni még valamit? Igen, én igyekszem a minden korosztályt megszólítani. Itt volt egy pici hiányérzetem az Őhönforgatón, hogy a 10 éves forma gyerekeknek nem igazán találtunk programot, hogy a saját gyerekem is 12 éves, és őnekik úgy nem igazán volt olyan program, amivel őket le lehetett volna kötni. Ezért egyeztettem a katasztrófavédelemmel, ők is eljönnek egy tűzoltókocsival, tűzoltós bemutató lesz, rendőrséggel, rendőrségi bemutató lesz, rendőrautók, valamint egy igazi kuriózum lesz, hogy a tiszalöki börtönnel is sikerült egyeztetnem, és ők is megjelennek, és egy kutyás bemutatót fognak tartani, amúgy gondolom, hogy igazán rendkívüli lehetőség arra, hogy megnézzék az emberek, hogy itt nem messze tőlünk a tiszalöki börtönben milyen élet zajlik. Komolyra fordítva a szó, tényleg itt az időjárás, van-e B-verzió, hogy egyáltalán lehet erre az alkalomra B-verzió? Nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan időpont, ami elvileg a korábbi éveket visszanéztem, hogy milyen idő volt ezen a hétvégén, július elején. Mindig jó idő van július végén, saját tapasztalatból tudom, mert akkor szoktunk menni nyaralni, és hogy akkor van házassági évfordulónk, akkor van a kisebb gyermekem születésnapja, és rendszeresen belefutunk abba, hogy nem igazán strandidő van. De július elején mindig jó idő van, én bízom benne, hogy ahogy az első két rendezvényünket kegyeibe elfogadta a Jóisten, úgy ezt is időjárás szempontjából legalábbis kegyeibe fogja fogadni. Beszélhetünk-e gasztronómiáról? Így van, szintén ugye most is fognak főzni a részvevő csapatok. A mostani versenynek a fő témája az a vadételek lesznek, valamint desszert kategóriában, ugye mind a két pikniken volt desszert kategória is. Úgy gondolom a megy szezon végén, ha marad addig megy, nem fagy le az, ami még van, akkor megyes ételek körül fog forogni a rendezvény. Lehetőségük lesz a látogatóknak kóstolóegyet vásárolni, valamint a belépő árát, ezt még egyeztetés alatt van, de nagy valószínűséggel el lehet majd költeni, úgy le lehet inni, ahogy ugye a diszkóba szokták mondani, hogy a belépő árát le lehet inni, itt is valami hasonlóban gondolkodunk a szervezőkkel. Itt említetted a vadételek, nem indulni akar vadgalambbal, belefér még. Szerintem igen.
Gondoljuk azokra, akik nem főznek, kilátogatnak. Számukra lesz-e olyan, hogy kóstolójegy, vagy pedig nagy sátor, ahol ehetnek? Így van, tehát a csapatok most is úgy fognak főzni, hogy főznek saját maguknak, és emellett még lesz lehetőségük árusítani is kóstolójeggyel az érdeklődőknek, valamint lesz egy nagy vendégsátor, ahová fogunk majd a érdeklődőknek biztosítani étkezési lehetőséget, valamint természetesen lesznek lenn minden szokásos kellékek, tehát ugrálóvá, kültős kalács, vattacukor, süti, fagyi, minden, amit el lehet képzelni. Ugye legutóbb készítettünk beszélgetéseket a polgármesterekkel, és utána nagyon sokan megkerestek, például Tiszadobi Farm kapcsán, hogy különféle tejtermékek, sajt, tejszín, vaj, amit készítenek, vagy például a tiszadadai száraz tészta, hogy esetleg meg lehetne beszélni velük, hogy nem termékbemutató, hanem egy ottani vásárlás lehetőségét felvetni nekik. Ez már megtörtént, tehát amennyiben ugye ennek vannak bizonyos akkor adózási... Nem mondtál újat, igen. Ennek vannak adózási dolgai, tehát az árusításnak azért vannak feltételei. Ha ők úgy gondolják, hogy ezt bevállalják, akkor semmi akadálya. Azt már tudom, hogy Tiszásznáról úgy fog érkezni a... Ott van egy vállalkozó, nem a mangalicás, lehet, hogy ő is jön, hanem egy tejtermékes, aki ott is ilyen körözöttet, meg mindenféle ilyen hasonló dolgokat készít, ő is meg fog jelenni a rendezvényen. Akkor most említsünk szót arról, hogy reggel hány órától hol van gyülekező, mert ott legutoljára úgy volt, hogy én azt hiszem, hogy Mazsoret csoport és fúvó zenekar vezette fel a motorosokat és az érdeklődőket, most lesz ilyen? Így van, most is készülünk egy hasonló felvonulással. Lesz egy veterán autós motoros felvonulás, az a reggeli órák, mondta 8 vagy 9-kor, ez még pontosan nincs meg, de időben fogunk tehát még a rendezvény előtti héten szerintem még fogunk egyet beszélgetni. Lesz egy motoros felvonulás. Kicsit hosszabb útvonalon, mint legutóbb, hisz most a mazsorettek sajnos a helyi fúvózenekar már nem tud vállalni fellépéseket, amit nagyon tiszta szívből sajnálok, hogy nem tudnak már részt venni ezen a rendezvényen, de a mazsorettek lenn majd a színpadon fognak egy kis táncot lejteni, a felvonulás pedig emiatt, hogy nem lesz mazsorett előtt, egy picivel tempósabb lesz, és nagyobb útvonalat is tud befutni. Ez lesz reggel 8-9 körül, utána lesz a szokásos, hogy a települések megmutatják magukat a színpadon. Déltől egy óráig lesz egy jó ebédhez szól az Nóta blokk, lehet így mondani, egy rendkívül neves cigányzenekar, a Tordai Zoltán és zenekara fog muzsikálni a hallgatóságnak. Délután 4 órakor lesz egy másik koncert, ugye Charlie a főkoncert, de lesz mellett egy másik koncert, amely egy másik irányvonalat fog képviselni, egy Jolly és Suzy koncert is lesz, és utána lesz 6 órakor a fő fellépés, amelyen ugye a Charlie koncert, valamint szervezés alatt van Tiszavasvárba lelkülött fiatalok. Én úgy hallottam, hogy nagyon sokan zenéltek itt, ugye hát a zeneiskolának komoly hagyományai vannak, és azok közül a fiatalok közül, akik elkerültek innen, többen Budapesten ilyen bandákba szerveződve zenélnek, az ő részükre is lehetőséget biztosítunk, tehát ők is fognak majd zenélni a nap folyamán. Bizony Nagy Adrián most lett az év hangja Hajdunáláson, vagy a Hajdunálás hangja. És ahogy említetted, tényleg sokan elkerültek Vasváriból, akik tehetséges zenészek, és Pest környékén fitoktatják tudásukat. Ez már idősebb korosztályról lesz szó. Aha. Ugye Adrián ő most még fiatal, itt most azokat igen, szólítjuk meg, akik elkerültek, aha, Vasváriból. Jó, a hivatalos megnyitó hány órakor lesz? Ez is még egyeztetés alatt van, ez szerintem olyan kettő körül lesz egy ilyen protokollális része, amikor a versenynek az eredmény hirdetése lesz, valamint köszöntjük a vendégeket. Megnyitó az reggel, amikor leérünk a felvonulással, fél tíz körül fogjuk megnyitni a rendezvényt. Tehát kedves néző, még egyszer, 2016. július 9-én reggel 9:30 tájékában a Tiszavasvári Városi Strandon, harmadik járási gasztropiknik, ahova rendezők szeretettel várnak mindenkit. Így van, köszönjük szépen a lehetőséget.